Jó estét, szevasztok, Gábor vagyok, és a Tech Barátot nézitek, üdvözlök mindenkit, szevasz, Axika, nagyon régen láttunk itt, remélem minden rendben veled, már nagyon rég nem adtál magadról semmilyen hírt. Mielőtt még megkérdeznéd, szerintem ma nem lesz Brofoz, bár ugye elvileg ki van írva, vagy Stumble Guys sem, bár ugye ki van az írva, hogy ending, tehát lehet, hogy befejezzük a Lost Vikings-et, de ha jól számoltam, megnéztem a weboldalt, hogy hány pálya van, és ugye a legutolsó pálya, amit abba hagytam, az a PDD Y, talán valami ilyesmi, de mindegy, az azt jelenti, hogy hátulról még a hatodik, tehát hogy elvileg még hat pálya van hátra, bár ugye ebben sem vagyok biztos, mert ugye a Definitive Edition-jével játszom a játéknak, amiben plusz mapok is vannak, úgyhogy igazából fingom nincs, hogy hány map van hátra, minimum 6 kb, szerintem minimum 6, max ilyen, 7, 8, hát mennyit raktak bele, plusz 6-ot, de azok közül, hát mi, nem tudom, nem tudom. Na, mindegy, de beírtam, hogy ending, mert legalább clickbait, és azt hittek, hogy be fogom fejezni, ezt lehet, hogy nem fogom befejezni. Attól függ, hogy meddig fog tartani, meg hogy így mennyire leszek fáradt még folytatni még a mondjuk egy kis fanolással, szeretném ma kipörgetni, úgyhogy Lost Vikings, de még mielőtt belekezdenék, hát gyorsan megosztom veletek, hogy kicsit, mondjuk most jobban érzem már magam, de azért így a tegnapi, főleg a tegnapi napom, de azért a mai sem telt, mondjuk a mai ide az egész kellemesen, kösz a kérdéseteket. Tegnap, hát ugye hétfőn volt stream, talán akkor mondtam is, hogy ugye várom a kauciónak a második felét, amiből ugye levonják a tört havi bérleti díjat, a garázsnak a, ugye a félhavi díját. Van egy vízszámla, amit már kikalkulált a tulaj, és igazából pont már jött meg a díjbeszedő, egész jól kalkulálta ki 1-200 forint eltérése. Az is oké, mert most hónapokon át nem fizettem, mert ilyen átírás volt, és a vízműveknél addig 0 forint, vagy 0 fogyasztás volt lejelentve, és most ugye, miután megtörtént az átírás, így kedvezőbb díjszabással tudom kifizetni, vagy kell kifizetni a fogyasztást, amit egy 10 000 forint, tehát nem egy nagy összeg. Oké, és ugye, ami fennmaradó tétel volt, ja, hát az nagyon vicces, ugye kedden, tegnap írtam egy e-mailt az illetőnek, illetve a feleségének, aki elvileg a pénzügyeket intézi, hogy hát tudomásom szerint azért úgy nagyjából minden megvan ahhoz, hogy kiszámolják, hogy miket kell levonni, vagy esetleg hozzáadni a tételhez, ugye, ami a második havi kaucióból levonása, vagy még hozzáadásra kerül. Ugye, amiket az előbb elmondtam, azok megvannak. Jött a válasz nem sokkal később, hogy hát messze nincs meg minden, mert például a közös költségnek a befizetését azt ő nem látja, ami múlt hét pénteken történt meg, valóban elfelejtettem, tényleg a nagy rohanásban, de ezt meg is írtam ugye neki, küldtem róla bizonylatot, print screen, a Raiffeisen-es befizetés, stb. Szevaszt, Lara, üdvözöllek itt, beköszöntél, mehetsz is. Na jó, nem, örülök, hogyha itt maradsz. Hát Brofoszban semmi nincsen. Szerintem nem update-elték, úgyhogy... De meglátjuk, lehet, hogy ma lesz idő arra is, vagy Stumble Guys-ra. Na mindegy, a lényeg az, hogy mondja, hogy messze nincsen meg, mert hogy ő még nem látja például a közös költségbefizetést, amiről tudod, hogy én pénteken fizettem be, és erre átküld nekem egy olyan táblázatot, hogy a társasháznak a könyvelését megkapja, ami 12-i dátum volt, tehát csütörtök. Én pénteken fizettem be, tehát így... Vajon miért nem látta rajta az úriember az én befizetésemet? Na, 1 000 000 forintos kérdés, ki tudja a választ? Se baj, megírom, hogy a következő, a másik, hát, hogy ugye a lámpa. Mert hát szerinte, bár ugye úgy szól a kauciónak a visszafizetés, hogy a kaucióból ugye, ha nem fizetem a bérleti díjat, vagy bármiben kárt okozok, én nem hiszem, hogy mondjuk ez károkozásnak számít, hogy elromlik egy trafó, stb. Az is mondjuk kérdés, hogy egy 3 éves lakásban egy LED fénysor, illetve trafóra nincs mondjuk annyi garancia, szerintem, de ennek utána fogok még azért jelni kíváncsiságból, hogy van-e garancia, mert ez meg kurvára érdekel. Na mindegy, hogy még ő ezt se tudja kikalkulálni. Én úgy gondoltam, hogy a következő, szerintem kíváncsi vagyok, hogy ti hogy gondoljátok. Ez a kettő dolog hiányzik. Csütörtökön átadtam a kulcsokat, ott volt a péntek. Jó, hétvégét nem számoljuk bele. Hétfő direkt nem kerestem őket, hogy hétfőn intézkedjen, akar. Hétfő, meg igazából az egész kedd is, mert kedd délután ilyen 4 óra felé. Semmit nem csináltak. Ott volt a kimutatás a társasháznak az izéről, hogy hívják, a könyveléséből, hogy nem érkezett még meg. A másik meg ugye, hogy hát azért a lámpát azt hát ő nem, mert szerinte amúgy azt nekem kellje megjavítatni úgy, hogy én már nem lakom ott. De mindjárt mondom tovább. Na, következő, szerintem a menete ennek az lett volna, hogy
hát a társasháztól kér egy új kimutatást, vagy frissített izét, mert hát ott van, hogy tehát azért neki is érdekel, hogy lezárja. Tehát én értem én, hogy azon nincs rajta, de akkor nem azon, hogy hát ezen nincs rajta, akkor nem tudok mit csinálni. Hát bazd meg, akkor kérj egy másikat. Hát most én nem tudok kérni a BT-d nevében. Megírtam, hogy hát akkor kérjenek egy másikat. Illetve a lámpára azt írtam, hogy arról meg kérjenek egy árajánlatot valakiről, egy villanyszerelő Budapesten, egy kurva sok lakása van a csávónak. Tehát most azt gondolom, ti se feltételezitek, hogy egy olyan ember, akinek csomó lakása van egy lakó, vagy még nem tudom hány lakóparkban, annak nincsen 6 millió különböző féle szakia, és amúgy van, mert bútorasztalossal csináltatott nem tudom mit még a tavalyi év során, amikor a gázrugókat mutattam neki a fölfele nyíló szekrényből, akkor arra azt mondta, hogy a semmi, azt is kicserélteti, majd jön a nem tudom ki. Tehát most gondoljátok, hogy egy ilyen embernek pont villanyszerelő kontaktja nincsen Budapesten, mert azt mondta nekem jóval, nagyon hosszú levelezés után, jóval később, hogy hát, na ezt most azt hiszem, hogy do not disturb az órámra, mert ez most ez így nagyon nem jó, enable DND, jó. Szóval, hogy pont egy villanyos ismerőse nincsen, mert azt mondta nagyon sok levél után, és már ilyen hát majdnem anyázás, meg ilyen fölbaszta az agyam, és még én okoskodom szerinte, azt mondta, hogy hát ő Szekszárdon tudna egy izét, és hogyha azt felküldené, akkor beleszámolná az utazási költség, a stb. Az nagyon sokba kerülne, úgyhogy ő mindenképpen szeretné, ha én csináltatnám meg. Továbbra is amúgy azt gondolom, hogy pont arra van amúgy a kaució, hogy amikor kiköltözöm, és ő azt gondolja, hogy opa, itt van még egy hiba, akkor ezt levonom, és azt megcsináltatom én. Vagy a másik bérlő, ha neki van kontaktja, megcsináltatja, és akkor az övéből fogja levonni, az enyémből meg enyém ezek hozzáadja, vagy fordítva, az enyémből levonja az övéből, és neki se kell majd nyilván kifizetnie. Mindegy, semmi gond. Erre jön egy válasz, hogy a tőző nem úgy működik, hogy csak így lekérdezem, hogy reklamáljak a társasháznál, meg így, de mindegy, kúr hosszú levelezések indultak. Ma dél, és mindegy, a hosszú levelezés végére végül is eljutottunk oda, kicsit így benyugodott mindenki, hogy jó, tehát akkor igazából egyedül a nyitott tétel az a lámpa, tehát hogy elismerek minden mást, a közös költség az izé, azt így azt befizettem, tehát azt azért ő is tudja, csak szívózik. A lámpa, jó. És hogy azt én, oké. De akkor mondom, akkor nagy ötlet, mondom, add meg a légy szíves akkor az új bérlőnek a számát, én vele szeretnék beszélni, vele szeretném megoldani, ő ne vonogasson nekem semmit, megbeszélem a csajszival, keresünk izét, szakembert, ugye csaj nyilván beengedi, felmérik, stb., és majd én kifizetem, tehát hogy ne a főbérlő keres. Jó. Meg is adta a számát, ma amúgy fölhívtam, és képzeljétek el, ma felhívtam a közös képviselőt is, nagy nehezen valami e-mailből megtaláltam, amúgy nem egyszerű, vagy nem volt egyszerű. Fölhívom, következő mondja, vagy mondom neki, hogy hát biztos is, mondtam az úr nevét, meg a BT-nek azért, hú, igen, ja, igen, tudom, há, ja, igen, ismerős, hallottam már, na, tehát ez az év főbérlője, ugye, amit ő azt mondja állítás szerint, hogy még egy ilyen főbérlő nem létezik a világon, tehát, hogy ilyen jót keresve se lehet találni, na, hát a közös képviselő már egyből ilyen, igen, tudom, hallottunk róla, na mindegy, tehát ez sokat elárul, megkérdeztem először is erről a számlázás dologról, hogy mondom, ez a helyzet, és hogy így egy olyan izére kimutatásra hivatkozik, ami az utalás előtt készült egy nappal, mondom, most így erre mi a megoldás? Le tudja kérdezni, vagy így mi van? Azt mondja, hogy hát csókoltatja a főbérlőt, mert hogy a legtöbb társasháznál ilyen kb. 2-3 havonta készülnek könyvelések, mert hogy annyira van csak kapacitás a könyvelőknek. Ennél a társasháznál hetente készül, és hetente kapják meg. Na most ezt, mivel ezzel foglalkozik ez a faszkalap, remélem, hogy nézi is, mert akkor ezt így a szemébe is el tudom mondani virtuálisan. Ezt neki tudnia kell. Mint hogy azt is tudnia kellett, ugye, amikor mondta, hogy egy hónappal előtte jelezzem, mielőtt felmondanám, mert akkor úgy keres főbérlőt, vagy albérlőt, és amikor jeleztem, hogy akkor január 13-ával felmondanám, akkor egyből az a válasz, hogy hát de a szerződés szerint neked február 28-ig kéne lenned. Tehát azt is tudta nagyon jó, csak utána jött a szívózás, mint ahogy most is. Tehát hetente készül kimutatás, és hetente kapják meg. Tehát mi lett volna akkor az illetőnek az úriember válasza, amikor én mondtam, hogy hát kérjezek egy másikat, az hogy persze, Gábor, igen, két napon belül meg lesz, mert hetente kapjuk a izét, no worries, addig bocsi, de várni kell. Ennyi lett volna a dolgot, Tamás, egyik. Másik a lámpával kapcsolatosan, volt egy kis mákom, és aztán kezdjük is a Lost Vikings-et.
Fölhívtam a sajt, végre elértem a kis hölgyet, elmondtam neki, hogy mi a helyzet, azért úgy egy-két dolgot úgy elárultam neki, hogy remélem azért neki nem lesznek ilyen problémája, vagy nekik ezzel a fickóval, kívánom, hogy ne legyen. És amúgy szerencse a szerencsétlenségben mondta, hogy ja, hát, hogy ez a izé, hát amúgy neki a férje amúgy villamosmérnök és másodállásban villanyszerelő, úgyhogy hát így ma mennek föl, vagy mit tudom, valamelyik nap megnézi, leellenőrzi, megnézi, mi kell, és akkor azt így lebótoljuk, azt ennyi. És akkor ezt így megírtam ennek a faszkalapnak. Én írtam meg, hogy amúgy beszéltem a közös képviselővel, és azóta visszavett az agarakból, mert szerintem rájött arra, hogy most, hogy ő így megír nekem ilyen dolgokat, kioktat a kaucióról, meg ilyesmi, a kaukciónak hívja K-val, aminek amúgy direkt utána olvastam, tök helytelen, mert a kauciónak a félrehallásából alakult ki, de ő végig kaukciónak ejti, úgyhogy szeretném érezni, nem kaukció, mert olyan nincsen, nem kaukcsuk, meg ilyesmi, hanem kaució. Na, szóval, mert amúgy így próbált kioktatni bizonyos dolgokból, oké, úgyhogy... Megírtam neki, hogy akkor megvan minden, tehát a vizet, a közös költség, a közös költségről kapni fogja a cuccot, mert lekérdeztem azt is. Ja, és még egy dolog, a lámpával kapcsolatosan azért kértem, hogy hol vette. Mert kiderült, a közös képviselő azt is elmondta, hogy ezeket a lámpákat, meg a belső vizeket, azokat már a tulajdonosok vették. Tehát az nem az építkezéskor került így be by default. És hogy hát gondoltam, hogy egyrészt azért volt egy ilyen szándékom, hogy azért, ha megvan a tud bizonyítót mutatni, vagy számlát, akkor lehet, hogy amúgy még garanciális is, csak fölöslegesen szopat engem. Illetve, hogy hol vettem, mert hogyha még ha nem is garanciális, de legalább tudjuk, hogy mit tudom én, Obiban, és akkor visszamegyek oda, és ott akkor tudok mondjuk érdeklődni. Válasz következő volt. Hát egyszerre több lakáshoz is vettünk ilyen világítást, meg dolgokat hozzá, és több különböző áruházból is, úgyhogy Obi, Mömax vagy Kika, de ha tippelnie kéne, nem fogjátok kitalálni, hogy melyik áruházat mondta. Persze, hogy a Kikát, ami ugye már megszűnt, nyilvánvaló, hogy azt, tehát, hogy nem tudod lekérdezni, lenyomozni, hogy így haló, mi van, vagy ha esetleg garanciális lenne, akkor sem, mert biztos megvan valami jogileg ez valahogy szabályozón, hogyha valami megszűnik, akkor hogyan tudod érvényesíteni a garanciát, tehát tudja, hogy utána lehetne járni, de azért ugye ez egy plusz csavar. Ha tippelnie kéne. De mondom, utána választottam neki, hogy ne vegye kötekedésnek, mert tegnap ez is elhangzott, hogy ő mindent okosan mondhatok, de mondom, félretéve ezt az esetet, ha mondjuk megvette ezt a nem tudom hány izzóta, vagy nem szettet a több lakásba is egy időben, beszerelték, és ha mondjuk nem most, hanem fél évvel később, tehát amíg tudja, hogy garanciális a dolog, elromlik valami, akkor gondolom, arra volt egy tervük, hogy akkor hogyan keresik vissza az adott tételt a számlákról, és hogyan batyognak vissza, hogy haló, akkor ezt garanciálisan szeretnénk megjavítatni. Tehát egy BT esetében azért gondolom, ez így kéne, hogy működjön, nem pedig úgy, hogy hát valahol elraktam a számlát, nyilván én ilyen vagyok, de hát én nem vagyok egy BT, én egy darabig valahol megőrzem, azt utána így elfelejtődik, meg előrekszik, vagy elévül, meg ilyesmi. És gondoltam, hogy ez akkor valahol meg kell legyen most is. Tehát, hogyha ez fél évvel ezelőtt, vagy nem fél évvel, amikor megvették utána, elkezd, hogy az a válasz jött, hogy hát jó, de a BT-nek rengeteg, több tízezer számlája volt már az elmúlt években, most mire azt megkeresik addigra, mert még a javítás is befejeződik. Ja, persze, igen, csak nem mindegy, hogy garanciálisan vagy nem. És akkor hozzáteszi, hogy a Beko háztartási gépekre biztos benne, hogy a 3 év garancia volt, és a lámpákra meg csak egy. Hát és akkor ezt most így fogadjátok el. Ő tudja, tehát hogy számlát nem tudunk mutatni, lehet, hogy Wish-ről rendelte, vagy Marketplace-ről, nem tudjuk, de ő azt ugyanakkor tudja, hogy a garancia az biztos, nem pedig a közös képviselő mondta, hogy hát általában egy 2-3 éves házban se a LED világítás, se a trafó nem romolhatna el, és pontosan az ilyen izékre adnak kibaszott hosszú garanciát általában, mert ezek ugye olyan termékek, amiben még a gyártó is azt mondja, hogy ez bazd meg, ha 10 éven belül elromlik, akkor fizetünk is, vállaljuk, mert hogy ezek nem olyan dolgok. De ő azt mondja, hogy 1 év, és akkor most így nesze. Annyit még nyilván kíváncsiságból meg fogok csinálni, hogy az úriember a férje a hölgynek megcsinálja, kifizetem, leszarom, csak utána utalja nekem, megírtam ezt, hogy akkor mi ezt rendezzük, úgyhogy nyugodtan kalkulálhatja most már, mert rendelkezésére fog állni minden. Arra kíváncsi leszek, hogy megnézzük, hogy mi van beépítve, mint egy cikkszám biztos van rajta a lámpán meg a trafón, hogy azért utána keresek ennek, nyilván az Obi, illetve Mömax még létezik ezekben az áruházakban, hát ha még van ilyen. Szevasz, úristen, ez milyen név? Hát igen, nem tudok neveden szólítani. Hello. Rákeresek, és azért meg fogom kérdezni, nyilván az ára az egy dolog, hogy mennyibe kerül, az nem érdekel, hanem hogy alapból mennyi garancia jár rá. És azt mondják, hogy pont ugyanaz, tehát megegyezik a nem tudom, a cikkszám, a modell, amit tudom én mi,
és azt mondják, hogy ja, 5 év gyártói garancia, akkor azért még vissza fogok menni ez a faszkalaphoz, és meg fogom mondani, hogy akkor lesz szíves erről is számlát kiállítani, azt is utalni utólag. Köszönöm szépen. Na, úgyhogy ennyi volt gyorsan, meg tömören, röviden. Itt minden oké, itt működik minden elvileg. Lehet, hogy egy-két drop lehet. Ja, Minion 2.0. Ja, örülök. Akkor szevasz, Minion. Na, viszont Lost Vikings, ennyi elég volt a sztorizásból. Bocs, hogy ennyire elnyújtottam. Mindenki gondolom már erre kíváncsi. Én amúgy igen. Definitív edíció. Pörgessük is. Lara ugye erre azt mondta, hogy ez milyen szar, gagyi, régi, hát ugye én öreg vagyok, tehát hogy nyilván én ilyen szar, régi, gagyi játékok játszom, meg a Counter-Strike-kal, de azzal később is fogok, úgyhogy... Ja, hú, jó, már megijedtem, hogy már, jó. Jaj, nem ezt akar, mi van, nem kvitt. Ja, na, new game. New game? Ja nem, hát load game, hülye vagyok, persze, mert... Sandor Sagi. Mi van? Mi az a Sandor Sagi? Na, gagyi játék. Gagyi játék, de azért itt vagy és nézed. Az meg. Na, erre közben itt nézem a... Ugye itt voltunk, és állítólag ez az utolsó pálya ezen a szinten. Hát ott biztos, hogy föl kell majd emelkedni, azon felül emelkedünk. Hát... Mindegy, fújjuk föl magunkat azt. Aha, ott egy köpő űrlény, oda meg kell egy kék, tehát már rábasztunk, mert... Ugye ezzel már nem tudok visszamenni, úgyhogy load game, szevaszni, ninja play. Eddig magyarázta. De nem, hát persze, mert az én kedves nézőimet, amúgy a statisztikák azt mutatják, hogy jobban érdekli a nézőimet, az, hogy mi történt velem, a szaros életem, mint az, hogy mit játszom. Mert mindig, amikor elkezdek játszani, akkor fogyatkoznak meg, kivéve, hogyha brofolszom, vagy Fall Guys. Fall Guys, mi ez? Most a Stumble Guys, úgyhogy... ja. Na. Pillanat. Ciao, ez már az utcsó map. Cségózni kellene. Én megyek cségózni, csak hát nem kéne aludni korán. Hát most erre mit mondjak? Az én nézőim, ők be van, tehát a biológiai órájuk már úgy van beállva, hogy hétfő, szerda, péntek, héttől... Tech barát élő. Nem mindig héttől van, mondjuk, még nem mindig hétfőn, szerdán, pénteken, az már más kérdés, de úgy nagyjából igen. Most is majdnem 7 órakor kezdődött csak 8-kor, úgyhogy erre ők készülnek, erre számítanak. Tehát nem az van, hogy ja, most csézünk, hanem majd, ha épp úgy alakul, vagy lesz plusz időm, amikor tudok pluszba streamelni, mert van ilyen is, csak ritkán, mondjuk akár holnap lehetne is, akkor lehet, hogy holnap lesz például csé. Egyszer jöhetne a Tomb Raider-es csaj zsütyűre is. Mi ez a Tomb Raider-es? Milyen Tomb Raider-es? Telefonra ez a játék szerintem nincsen. Na mindegy, de ebből a pálya típusból elvég ez az utolsó. Tehát ide akkor nem kell, ide a kék. Kell a kék kulcs, fújjuk föl magunkat, azt... Aha. Aha, jó. Jó, nézzük meg, hogy mi van. No, ott a piros kulcs. Igen. Igen. A piros kulcs megvan. Jó. Jó. Hát a pirosat azt egyből fel is használjuk. Az nagyon jó, azt aktiváltuk. Ez így nagyon zseniális. Azt lelőjük? Hát szerintem le tudom lőni, mert mindjárt lelövöm, bazzeg. Mindjárt lelőle, köcsög. Úgyhogy fölküldöm akkor őt is. Takarodjál fölfele, úgy.
Nem, no, nyugi van, hangjegyeket, a kurva élet, nyugi. Na, van még? Nincs. No, jó, oké, hát menjünk ezzel föl. Ups, nem így akartam feltétlenül, de... Na, de majd holnap, így van. Mi lesz holnap? Ja, hogy ez most itt tök fölösleges volt? Jó, hát akkor fölmegyünk oda. Hát holnap mindenképpen, ahhoz nem fűzök reményeket, hogy amúgy játszunk valaha is, de hát igazából nem is kell. Megbeszéltük, cséphajtások vagyunk. Te játszó, én játszom akkor, amikor tudunk, aztán majd edzésen összemérjük erőinket, azt nyerek. Azt kapod. Kapsz és halsz. Jaj, jó. Köszönöm szépen, köszi Axika. Ezt nem tudom miért, de ez nem volt most ideillő, de mindegy. De azért köszönöm szépen, megtalálta a hang izért. Én nem is VP-zem, tehát ezt kimondta, hogy VP-vel. Én nem VP-zem. De bármivel lelőlek. Na. Ott. Aha, és nem mentettem. Nem baj, de most már tudom, jó. De így legalább most már ezt a köpőszart nem kell, azon nem kell baszakodni. Na, jó, megvan most már. Ne, hagyj a hangjegyet, de... Na, azért. Úgy, igen. Jaj! Fújt föl! Jó. Várj, akkor ezt hogy kéne, hogy az ugróssal lehetne, nem? Mert hogy föl kell, hogy ugorjak erről a szarról, hogy még utána ki tudjak ugrani, mert hogyha nem tudok ugrani, akkor ugye ez fölemel a kulcsik, csak utána oda is présel az icipici tüskékhez, úgyhogy a... Jó, majd akkor az ugrós csávóval, de előtte majd mentünk egyet. Nem találsz el, jó. Konyed. Nagyon jó. Hát akkor ezt a köpőszart, azért úgyse kapunk semmit, nem? Kapunk? Semmit nem kapunk. Nem. Jó, nagyon jó. Hát célozni meg kéne tanulni, hogy Larának... Mi? Na. Save. Na, nagyon örülök neki Ninja Play. Hát nekem úgy van most annyi, hogy a sima tech csatornában azért van már 3700 is. Nyilván ez nem olyan régen indult, tehát hogy... Na, jó. Jaj, hú, izgulok. Na most figyelj, most koncentrálnom kell, úgyhogy kis türelmet kérek. De nem tudom, mert ezt hogy a faszba? Várjál. Ja nem, megvan. Hát 2000 IQ. Figyú. Most az fölmegy, ezzel kell, igen, sűt, igen, nem így kellett volna, hanem úgy, hogy befér oda a lyukba, de mindegy. Jó a lyukérzéken, mielőtt még itt elkezdenétek poénkodni ezzel. Na, egy a fújás, ez az, gyere, nem rábasztunk. Menni fog, érzem én a játékot, csak még... Hát van tech barát, meg a tech barát volt, ami most ugye nézitek a Esztet. De nem ért hozzá, bazd! Nem. Húú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 ú
azt! Ezt azért láttátok, remélem, de akkor nem tudom, miért a többit fölküldeni. Nem kellett volna fölküldeni a többit. Na mindegy. Hát remélem most nem basztam el. Tehát hova? Ja, ott a köpő az még ott van. Hát... Súgy. Jó. Nem, és nem sérült. Na, az nagyon jó. Nagyon jó. Nem kellett volna jó. Nem sérül. Ez az. Nagyon jó. És akkor megyünk a kék kulcshoz. Save game. Mint a Wolfensteinbe tegnap. És most... És nála is van a kulcs. Szöttyög. Kifújod. Oda megy. A köpős rohadék. Figyelj. Na várjál most valahogy ezt, hogy kéne. Hújúj. Hújtyújtyú. Baszódj meg. Jó. Gyerünk, szüttyögjél föl, szívjad föl magad. Úgy, nagyon jó. Nagyon jó. Hát egy életet veszítettünk, de az belefér. És már itt is van a pálya vége, de hogy is, nem itt van. Na nézzük. Hú, megint köpőfasság. Anyád picsáját. Hát akkor lehet, hogy őt kéne fölküldeni, mert annak alig van élete. Aha, ez a baj, hogyha... De eltalál az a fos. Jó, hát múltkor is ezt csináltam, úgyhogy ez lesz akkor most is a megoldás. Azt el kéne ott találni. Jó. Nem. Jó. Ott egy kulcs. Ez hova teleportálok? Vissza ugyanoda. Akkor azt nekem kéne gondolom megszerezni. De nem tudom megszerezni. Kéne Luffy? Hát várjál már most mi a... Kéne az Olaf is? Arról elérem vajon? Hát... Akkor valószínűleg ő is kell. Kockáztatni kell. De nem, ha... Faszomat. Jó, akkor mind a hármat föl kell vigyem. Ez így nem lesz jó. Pörög a játék. Még szerinted ez a játék? Ez tavaly előtt adták ki. Na, tök jó grafik. Nem? Nem látszik, hogy tavaly előtti játék? Tudok célozni, nem magyarázzon butaságokat, papa. De hát nem tudsz. Meg főleg, hogy augal, hát na mindegy.
Más csatornának mi, azt mondtam, igen, na várjál, load, yes, yes, hát akkor azt, hát akkor faszom, akkor azt csináljuk, hogy leszarom, hogy, de eltalál az a baj, tehát azt valahogy meg kéne akadályozni, akkor bassza meg a kurva élet. Na, ez eddig oké. Okay. Jó, mentsük el. Tehát ezen a szaron úgy kell igazából őket átküldeni, hogy hát jó időzítéssel. Nem volt jó időzítés, yes. Ennyi. Ki van cselezve az a szar. Kész. Jó. Mentsünk itt. Yes. Elsőre eltalálom, ahogy csében is. Nem láttatok? Nem. Semmit nem láttatok. Súgy. Úgy. Ő már akkor nem kell, hanem kell... Kell ugye... Mi van? Ne szóljál be, bazzeg, ne szóljál be. Taknyán tenyerőlek. Úgy. Na. Megvan akkor. Jó van. Ütyi vagy. És akkor még őt is át kéne oda küld, de mentsünk. Szilveszterkor részegen. Ez a horvátországi pálya. Na várj, viszont... Hát... Igen, és itt hova kéne mennem, bazd meg? Na mindegy. Hát ha ízét kéne, Olafot kéne elküldenem. Ja, sokat mentek, mert nem, hát nem tudom, hogy mi vár ugye rám. Aha, ugrálni kell. Ott az exit, hát... Hát gyerekek, hát mi a fasz van ez? Mi volt ez? Easy. Haladunk. Na, pörög a játék. Lara. TRPD. Minket az nem érdekel, mert mentünk egyet egyből. Ja. Oda föl kell ugrani. Igen. Itt nem tudom mi van. Hát onnan nem jövök már ki. Jó.
Oké. Na, tehát... De mondjuk mehetünk vele is. Ugorjon fel. Várjál már most, mi van? Nem jó, nem, no. Várjál már, mi van? Aha, csak az most... Jó, az jó, de... Na, oké, legalább tudjuk, hogy akkor nem őt kell oda küldeni, hanem... Nem ki a fasz küldök oda. Jó. Én láttok oda ugrani. Én fasz a gyerek vagyok. Így. Igen. Jó. Nem. Nem! Ja, de hülyet használtam volna az Olafot is. Nem! Ja, de várjál, viszont buta volt. Igen. Figyelj! Na, 200 IQ-ba az meg, és az ilyen köpő izé, és azt azzal kéne valahogy... Aha, de azt mivel fogom eltalálni? Meg hogy... De oda már nem tudok fölmenni. Ha mentsünk egyet, mert itt nem tudom igazából, most eddig megcsináltam, amit lehetett. Ja, de az majd föl fog tudni jönni, úgyhogy várjunk csak. Várjál. Várolás van. Remélem, itt nem jön semmi, mert összefosom magam. Ott volt valami, oda leeshetünk. Az fölrobban, ugye? Jó, mindegy. Aha, ott a bomba. Oda kell egy kék kulcs. Jó. Remélem, jól gondolkodom, mert... Jó. És azt fel kéne robbantani a... Hát, azt robbantsuk föl. Mert valószínűleg volt még egy ilyen fal ott az elején. De robbantsuk ezt föl. Szevasz, Lara, köszi, hogy itt voltál. Gyere legközelebb is. Techbarat.hu oldalon meg tudod nézni a naptárat, hogy mikor lesz a következő stream. No, felszedjük a kéket. És a kék ugye az lent volt, ugye? Várjál! Hű,
Hű, adjuk egy gyorsan a izét? Nem tudom, hát bazd meg, hogy, húha. Szóval úgy kéne elintézni, hogy... De nem, mert a pálya elején... Várjál, azt most nem értem. Hát de onnan az Olaffal csak... Úha! Kockáztassuk meg. Hát azt arra rábasztam. Load. Úgy kell mondani, hogy yes. Jó. Csak hova jutok be? Ez nem jó most. Ez itt nagyon nem jó. A kurva élet ne... De ott meg az Olaf tudna leereszkedni. Akkor az egészet elbasztam. De pedig olyan jól alakult. Ne? Á, kurva élet. Nem így gondoltam. De hát őt vele... Hát az szerintem az elejére kellett volna mennem. Hát itt most ez bassz... Rábaszás, mert ugye itt nem tudok. Itt most így én hiába ugrom így le. És nem tudom, mi volt a kód. Vagy ha most meghalok, akkor az elejéről kezdi? Ja, de ő még nem is tud tovább menni. Ó, faszom! Hogy halok meg? Q? Mi volt? P? Exit? Give up! Yes! Csak az elejéről kezdi, ugye? Igen. Akkor mi a fasz van? Várjál. Hát oda azt valahogy akkor el kéne lőni. De várjál most ezt, hogy lövöm el? Oda kellett volna a bombát előbb. De addig ugye nincs bomba, tehát nem... Mondjuk ezt ki tudjuk nyírni, nem? Jó. Hát mentsük el, mert a másik az így szar volt. Lehet, hogy ezzel kéne. De csak velem nem tudok jobban kiugrani. Ez így nem volt jó ötlet. Hát illetve úgy tudok, hogy neki kéne továbbra is lemennie. Nem, nem.
Jó, akkor, akkor nem, hanem ő megy le. Mondom. Pedig aréna, hát azt én nem tudom, de gratulálok, akármit is jelentsen, gratulálok hozzá. Nem, nem tudom, ne haragudj, hogy ez mit jelent. A kurva élet. De hát a bombát azt meg oda kéne, bazd meg. Vagy most mi van? Nem, nem ér föl, bazd, de lehet, hogy innen föl tud futni. Hát egy bombát meg kéne, de ez most ez így nem jó. Tehát a bombát át kéne valahogy adnom. Itt innen talán föl tudom magam fújni úgy. Föl, jó. Tehát vissza tudom akkor vinni. Sőt, föl tudom robbantani azt a szart. Nem. Így. Nem! Jó. Na, igen. Igen. Nézzük meg ezt. A kurva élet, az nem jó, az nem jó. Hagyjál békén! A kurva anyját annak a fa... Mentsek! Nem mentek, bazd meg, mert... Csak rábaszok. Na várjál. Mit felejtettem el? Dehogy is, hát ez még izére jött ki, MS-DOS. Meg mi volt, Ninte? Nem a bombát akartam, mert ott. Baszd meg. Na jó, speedrun, figyelj. Most megvan végig szeret, tehát itt végig is menthetünk most egyet, mert itt még ugye vissza tudok fordulni. De lehet, hogy eleve nem is a pajzsossal kell, de pedig hát azzal kell. Mi a fasz tudok még itt csinálni? Ugye velem meg biztos nem tudok oda menni, tehát őt nem tudom lelőni. Anyád pics, de most mi a fasz csináljak? Lehet őt kellett volna kinyírni a izével.
Jó. De ahhoz kéne a... Hát amúgy körülbelül igen. De várjál már most, de őt hogy juttatom oda föl? Nem jó, megint nem jó. Hát őt föl kéne juttassam oda. Azt meg valahogy akkor ott le kéne robbantani előbb. Hú, bár még nem, én most ezt nem értem. Na, 4 góllal vezetnek a svédek. Hát ez give up lesz megint. Lehet, hogy a fegyveressel ki a faszon lehetne. Na várjál. De hát ezzel nem tudok átugrani. De várjál. Igen. Jó. Ups, majdnem. Azt, amivel játszom, nem tudom, észrevetted, de most épp zajlik egy játék. De ne zavarjon. El lehet viszont lőni. Na de vele hogy megy? Ja, csak kéne egy bomba. De ott meg akkor nem tudok átmenni. De most értitek, hogy mi a problémám. Tehát ez így jó, hogy őt át tudom így hozni ide. Faszt. Elbasztam. Megvan. Nem. Meg lesz. Hát majd figyeljetek. Na, ez most érzem, hogy ez meg lesz. Tehát föl kell juttassuk itt a... Ő itt átmegy. Ő is. Még igazából ő is itt át tud menni. Ő itt ragad, de ez nem probléma. Mert most így az ugróbugris
Mentsünk. Ezt már ugye ismerjük. Lerakjuk a bombót. És most vele fogunk lődözni, de le... A kurva... Elfelejtettem, hogy itt lesz ez a szar. Várjál, most vele fölvettem vajon a izét? Nem még, ugye? Na, mert ezt gyorsan fölvesszük. Ez például szerintem nehezebb, mint amire Arni azt mondta, hogy fú, az a szopat. Tehát, mert mint, hogy nem, itt igazából inkább a sorrendre nehéz rájönni, szerintem. Meg azért ebben van már némi, na jó, mentsük el, van már némi logika. Sőt, inkább adjuk át. Na mindegy, nézzük meg. Tudom, az előbb mentettem, de... Ez logikailag az, és gondoljátok bele, hogy ez mindezt annak idején ugye mentés nélkül, akkor nem lehetett menteni. Szóval szopó. Na jó. Evek kell az ugrós is. Hát most nem emlékszem már, de kell az ugrós vajon? Most már mindegy, hogy kell-e. De elvég azért vannak itt ilyen lufik. Ugye ott nem tud átugrani. Igen, az ott pattog most lent. Át kell rohannom. Elbasztam. Nem biztos, hogy elbasztam, mert azt át kell... Megvan, nem, ez jó lesz még. Szív. Vele megyünk. Bazd meg. Jó.
Ja, csak most nincs viszont bombánk, hogy megszerezz... De hol lehet még egy bomba? Bazd meg, annak neki kellett volna menni fejjel. Tehát azt lehet, hogy nem robbantani kellett volna. Nincs bombánk. Bazd meg! Na ez amikor a mentése ér igazából túl sokat, mert... Picsába. Jaj, fáj a karom. Meg a hátam is kiukadt, bazzeg. Így. Maradsz ott. Így. Jó. Tehát úgy tud igen átmenni, hogy igen, és... Persze most nem jön ez a pattogó geci. Nem egyszerű. Nem lehet kivédeni, bazd meg! Kéne azért... Mondjuk nála van a... Jó, meghalt. Muszáj volt felhasználni, mert... Nem. Jaj, erről lehet, hogy nem ezt... Na mindegy, prób... Jó, nem okozott problémát. Jó, nagyon jó. Vele ugye nem tudunk visszamenni, mert az ott ragadt. Jó, ott ragadt. De majd megoldjuk valahogy. Tudtam, bazd meg, hogy a kurva életben... Csak a bomba az majd ide kell.
Szevasz, Laci, mi újság? Nem hiszem, hogy ki tudod hozni? Mit ne tudnék már, nem áll mi? Nekem ne mondja meg senki, hogy nem tudom, de hogy nem ki tudom hozni. De, mert ott van egy... Figyelj majd, én tudom már. Tudom a megoldást. Figyelj. Figyelj, Arnold. Most néz ide nagyot. Hoppá. Nem, úgy gondoltam, hogy... Az előbb ezt megoldottam, de most is menni fog, csak lehet, hogy gyakorlás kérdése. Ja nem, hát mert így kéne ugrálni. Így. Sutty, úgy. Kurva anyádba, azt meg. Jó, de azt nem tudom, hogy fogom onnan kihozni. De várj, ezt most hogy hozom onnan ki? Hát ott nincs, most bazd meg. Szia, Viki! De most akkor... Azt, hogy szét tudnám, vagy... Az a kar szerinted tudja? Akkor föl kéne oda mennem? Mégis a föl tudok talán menni, ha mákon van. Az meg annyit adom, hogy meg... De mi? Nem tudom... Le vagy most szarva. De nem, mert az nem az. Köszönöm szépen, nálam is kicsit stresszes napok vannak mögöttem, de amúgy alapvetően... Hol tudnám? De hol tudom őt kivinni? De
Tehát, hogy itt tudom őt fölfújni, az oké. Okay. Tehát ezen a fújókán kívül mi a fasz tudok csinálni? Semmit. És nincs más. Pályalén... Hát esetleg még ugye azt tudjuk... Hát egy olyan ötletem van. Nem biztos, hogy ez beválik. Anyád picsáját, jössz. Yes.